Az önkormányzati rendelet módosítása megteremtette azt a lehetőséget, hogy olyan családok is támogatáshoz jussanak, akik eddig csak kisebb összegben vagy egyáltalán nem kaptak támogatást. Ennek mértéke fél évente akár 28 ezer forint is lehet. Az lesz jogosult az iskoláztatással kapcsolatos többletkiadásra nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesül. Ennek az objektív oka az, hogy aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ő normatív kedvezményként az iskola kezdéshez esetenként gyermekenként 5800 forintos támogatást biztosítunk, viszont aki nem részesül benne, csak a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás lesz, ami meghatározhatja azt a támogatást, ami az iskola kezdéshez nyújtható. A rendeletmódosítás kitér a szennyvízberuházásra is, hiszen ez komoly terheket ró a lakosságra. A befizetett összeg 30%-át kaphatják meg átmeneti segélyként azok a szociálisan rászorultak, akik úgy döntenek, rákötnének a város szennyvízcsatorna rendszerére. Egyet kell csupán tenniük, ugye ahhoz, hogy ráköthessenek a szennyvíz hálózatra, a vízi közműtársulathoz csatlakozni kell. Erre most határozottan ideig van lehetőség, tehát folyamatosan lehet a vízi közműtársulathoz csatlakozni, és ezt követően indíthatják el azt a folyamatot, amelynek végeredményeképpen a szennyvízhálózatra ráköthetnek. A lakbértámogatás is módosult. Azok vehetik igénybe, akik szociális alapon bérlik a lakást az önkormányzattól. Ebben az esetben a bérleti díj a piaci alapú lakbér 10%-kal csökkentett összege. A támogatásokkal kapcsolatban egyébként bővebb felvilágosítást a székesfehérváriak a polgármesteri hivatal ügyfelszolgálati irodájában kaphatnak, a Kossuth utca 4 szám alatt.